számítógépek. Nekem 7 évesen lett az első családi számítógépünk, akkor szerintem még Gödöllő városában valószínűleg a legelső számítógép Commodore volt. Commodore 64. Ja, azt hittem, és nekem rögtön zenén bekattant, hogy én ezzel akarok foglalkozni, és ez egy 7 éves koromtól végig kísérde, mert 10 évesen az volt, hogy én egy nemzetközi szoftvercéget fogok felépíteni. Így rá voltam kattanva. De az a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy végül is az egyetemet azt inkább a szüleim szeretnék, hogy én megcsináljam, és én ahhoz, hogy nemzetközi szoftvercéget építsek, ahhoz nem kell az egyetem igazából. Amikor erre rájöttem, ott azért volt egy nehéz beszélgetés a szüleim. Nem üztek el otthonról, tehát ők továbbra is támogattak, de sírtak miatta. És nem is mentél egyetemre? Elmentem, egy fél évig voltam egyetem is. Melyik egyetemre mentél? Veszprémi Egyetemen. Mert akkor meg pláne még ilyen irányú képzés abszolút volt nem. IT, de nem azt tanították, amit én tanultam. Visszakint sem. Hát ez a mai napig is aktuális. Nem, akkoriban én gyorsabban akartam haladni, mint ahogy ők akartak velem haladni. És akkor rájöttem, hogy voltam pár évet külföldön is, de így az egyetem nem tetszett nekem. Tehát mint közösség? Mint intézmény. Igen. Azóta is kritikusa vagyok az egyetemeknek, de igen. Mert szerintem megváltozott a világ körülöttük. Tehát régen az egyetem az arról szólt, hogy egy embernek tudást átadni, sok tudást átadni borzasztó drága. Mert személyesen kell fogni a kezét tanítani. És az egész oktatási rendszernek egy célja volt, hogy kiválasszuk azt a néhány embert, akiben érdemes ennyire sokat fektetni. És soha nem volt hátrány annak, hogy végül is nincsen papírod? Nem. Egyszer valaki rákérdezett, amikor voltam alvállalkozója, és fejlesztettük ezt a Wi-Fi nevű dolgot, és rákérdezett, hogy nekem nincs diplomám, és mondtam, hogy ha ez még egyszer elhangzik ez a kérdés, akkor én azon az ajtón most megyek ki, többé nem hangzott el. Igen.